Sok szeretettel köszöntök mindenkit, az én nevem Tamás Zsolt. Minél több elektromos kerékpárt vagy roller tesztel az ember, annál több hibát lát meg, annál több tapasztalattal rendelkezik, és annál jobban látja, hogy mely kategóriában melyik a jobb döntés. Hát alapvetően egyre több gyártó próbálkozik különböző termékekkel, rollerekkel, kerékpárokkal, autókkal, szóval bőven van miből választani, nagy a merítés. És a Geekbuying keresett meg engem azzal, hogy Magyarország egyik kedvenc kerékpárját, elektromos bicikliét van-e kedvem tesztelni. A hölgy pedig azt mondta, hogy igen, itthon elég népszerű modellről van szó, rengetegen rendelik a honlapjukról, és ahogy megnéztem akár a magyar, akár a külföldi teszteket, tényleg elég nagy a videóknak a nézettsége. Ez nem más, mint a Duoc C29, ami elég jó gyári specifikációkkal rendelkezik, hiszen egyrészt van teleszkóp az elején, 29 szolos kerekeken gurul, és még akár 50 kilométert is meg tud tenni elektromosan, plusz rásegítése 80-100 kilométert. Nyilván ezek nagyon nagyszerű adatok, és úgy tűnnek, hogy ez a bombavétel nem is rossz, jó árértékarányú bicikli ez, de azért vannak apró hibái, illetve a gyári adatoknak is árnyaltabb a képe a valóságban. Lássuk azért, hogy mit tud a Duoc C29, mennyit megy el elektromosan, milyen vezetni, és hogy mennyibe is kerül. Na kérem, alássan, itt van a Duoc C29 összeszerelt formában, mert hát eléggé szétkapkodva érkezik hozzánk egy nagy dobozban, szóval a kereket, a teleszkópot, a kormányt, illetve néhány egyéb komponenst kell összeszerelni, ahogy a vágóképeken is láthatjátok. Majd utána már teljes valójában tudjátok használni, csak vigyázni kell, mert egyébként a kereket, az elsőt legalábbis, fordítva is be lehet rakni, még úgyis igazából a funkcióját ellátja, én így jártam először, aztán szedhettem szét újra. De amikor már megvan, akkor a látványa szerintem egész jó. Eleve az alumínium váz jól fest, főleg ezzel a kék, matt-fekete fényezéssel, illetve ott látszik középen az akkumulátor, valamint az elektronika. Elvileg IPX4 védettséggel rendelkezik a kerékpár, de ennek ellenére szerintem így nagy esélyben nem kéne használni pont az előbb említett két tartozék miatt, tehát ez sem az elektronikának, sem az akkumulátornak nem tenne jót egy nagy zuhé. A kormánynak a szélessége 71,5 cm, ami nagyon ideális és tök jó egyébként biciklizés közben. Amúgy 184 cm hosszú a kerékpár és 113 cm-es magassággal rendelkezik, a terhelhetősége pedig 150 kg. Na, amit rögtön észreveszünk, hogy itt a nyereg az meglehetősen ilyen nagymamás, tehát nem túl sportos, de mégis kényelmes, szóval aki inkább erre használná ezt a kerékpárt, hogy hosszabb távon közlekedne vele, annak megfelelő lesz, de hát az ilyen komponenseket bármikor lehet cserélni. Két váltókar is megfigyelhető, az egyik az első, a másik pedig a hátsó fogaskerekekhez tartozik, elől három, hátul pedig hét ilyen kereket találunk, szóval 21 sebességes maga a kerékpár. A markolat nagyon jó, gumírozott, ráadásul csuklótámasztal is rendelkezik, tehát kényelmes, és két gombot is felfedezhetünk, az egyik a világításra, a másik pedig a dudára. Most mindjárt a dudát meg is mutatom, hogy meglehetősen éles hangja van. Van itt egy kijelzőnk, ami sok mindent mutat, egészen pontosan ezeket. Különböző gombkombinációkkal lehet néhány funkciót elérni ezen a monokróm kijelzőn, ami jól látható nem csak nappal, hanem éjszaka is, hiszen háttérvilágítással rendelkezik. Egyrésztről meg lehet változtatni ezt a háttérvilágítást, hogy milyen mértékű legyen, ráadásul lehet módosítani a végsebességén is, és a teljesítményén ennek a kerékpárnak különböző funkcióknak az elérésével. Na, nem könnyű ezt kitapasztalni, hogy pontosan miről van szó, de legalább erre is lehetőségünk nyílik, hiszen ez a teljesítmény ugye már a segédmotoros kerékpár szintjével vetekszik, hogyha a teljes 750 wattot nézzük. Mert igen, azért ez már komoly teljesítmény, de láthatjuk többek között a sebességünket, a megtett kilométert, és ezen kívül is azért sok néhány más adatot is kijelezik nekünk ez a képernyő. Látszik a töltöttségi szint, illetve a hajtásnak a mértéke. Szerintem ennyi azért bőven elég menet közben, meg úgy összességében, hogyha valaki egy kicsit azért komolyabban kerékpározik, akkor is. Ha közelebb haladunk a középponthoz, akkor egy összeillesztési pontot is találunk. Ezek a csavarok nem túl stabilak, legalábbis féltem őket meghúzni, de utána azért itt már jól működnek. És ami tök jó, hogy külön telefontartót is kapunk, ráadásul itt az alján van egy USB csatlakozó, mert hozzátartozik egy vezeték, így áramhoz is van kötve, ezáltal tudjuk menet közben tölteni a készülékünket. Itt van a másik váltókar, illetve a gázkar, amit le kell billenteni ahhoz, hogy elinduljon a kerékpár.
Szóval tényleg egyébként jó összeszerelési minőséggel rendelkezik, ami nem tetszik, hogy itt kint vezették el a kábeleket, ahogy látszik, szóval ez nem túl esztétikus. Ráadásul ezek a bovdenek kábelek azért menet közben képesek berezonálni, nem vészes mértékben, de azért hallható. Elől, illetve hátul is tárcsafékek lassítják a kerékpárt, maga a kis pedál pedig egy kicsit ilyen rücskös, és bár mountain bike-nak tűnik, inkább egy utcai bicikli, mert terepre ez annyira nem való. Ami még a minőségérzetet csökkenti, hogy az első és a hátsó sárvédő is eléggé lifegős. Úgy kell ide illeszteni egyébként, hogy meg kell hajlítani ezt a fémet itt. Szóval nem túl esztétikus a dolog. Ráadásul az első, az, hogyha lekoppantjuk a teleszkópot, akkor gyakran beleír ide az elektronikába, és én nekem már sikerült is egy picikét errepesztenem. Talán jobb enélkül használni, esőben úgyse fogunk menni ezzel a kerékpárral. Amúgy, ahogy említettem, itt van egy teleszkópunk, olajos teleszkóp, de majd menet közben ezekről bővebben is fogok mesélni. A külseje tehát nagyjából ilyen ennek a Duoc C29 kerékpárnak. Az akkumulátor egyrészt cserélhető, másrészt zárható. Utóbbira szükség is van, hiszen esetleg, hogyha terepre tévedünk ezzel a biciklivel, akkor nem árt lezárni, nehogy esetleg kibillenjen, felcsúszon a helyéről, ezáltal megszűnjön a rásegítés, esetleg a hajtás. A cserélhetősége pedig azért praktikus, mert nem kell az egyébként 29 kg-os kerékpárt állandóan felvinni az emeletre vagy szállítgatni ide-oda, hanem ezt csak kivesszük, és utána tudjuk tölteni. A kapacitása 15 amperóra a gyári leírások alapján, de láttam olyan magyarországi és külföldi teszteket is, ahol kivették az akkumulátort, szétszették, és bizony a tetején 13 amperórát írtak, ami azért jelentősen kevesebb. Éppen ezért fenntartásokkal is érdemes kezelni a weboldalakon feltüntetett, akár 50 kilométeres elektromos, illetve 80-100 kilométeres rásegítéses hatótávot. A valóság ennél azért árnyaltabb, nyilván függ a testtömegünktől, a domborzati viszonyoktól, vagy éppen az időjárástól, hőmérséklettől, de nagyjából tisztán elektromos hajtással 30 km sajtolható ki ebből a kerékpárból, ha pedig rásegítéssel közlekedünk, akkor a 60-70 km lesz a reálisabb, de mondom, ez sok mindentől függ. Persze így is a kategóriának legalább megfelelő, ha nem jobb ez a kerékpár, csak hát számítsunk inkább ezekre az értékekre. Shimano Tourney TZ váltószerkezetet kapott a Duoc C29 21 fokozattal, elől ugye van 3, hátul pedig 7 fogaskerék. Alapvetően egy jól működő, de már régi szerkezetről beszélünk, szóval azért annak idején ez menő volt, hogy Shimano váltóval szerelt mountain bike-ot van, hát emlékszem még ezelőtt 15-20 évvel, hogy tényleg mindenki ezzel hetszelte a másikat. Most viszont ez már egy normális, átlagos megoldásnak számít, és alapvetően tényleg tök jól működik, jól is kapcsol. Egyedül az a probléma vele, hogy amikor már nagy sebességgel megyünk, akkor nem jó az áttételezés, kevés hozzá, ezáltal nem tudunk olyan gyorsan tekerni, hogy bekapcsolódjunk a hajtásba. Hát azért ez kicsit kellemetlen tud lenni olyankor. Ahogy már sokan valószínűleg kiszúrtátok az eddigi videókon, első olajos teleszkóppal rendelkezik a bicikli, ami lezárható, tehát hogyha nagyon sík terepen közlekedünk, akkor ki is küszöbölhető, hogy csillapítsa az úthibákat, de hát ilyen terepesebb, úthibásabb szakaszon azért mindenképpen jól fog jönni. 29 szolos, ballonos kerekekkel bír, ez is terep mintázatú, közepesen jó minőségű abroncsok, ezek persze ki lehet cserélni és fel lehet tölteni defektűrő dolgokkal, mert hát így azért, hogyha belemegyünk egy szögbe, akkor pillanatok alatt ki fog durrani, de mégis kényelmes, nagyon ritkán lehet látni biciklin ekkora kerekeket. Elől és hátul is tárcsafék lassítja a kerékpárt. A korábbi verzióknál gyakran előfordult az elmondottak alapján, hogy nyikorgott, csikorgott a fék, miután bekopott. Én azért már mentem vele sok 10 kilométert, mégsem hallom ezt a nagyon komoly csikorgást. Előről azért lehet, de összességében azért annyira nem durva, mint akár egyes rollereken vagy ilyen elektromos kerékpárokon. Arra viszont figyeljünk, hogy érdemes beállítani a bovdent, mert bár a hátsó fék blokkol, az első elég nehezen lassítja a biciklit, nem is baj, mert legalább nem esünk orra, de ettől függetlenül azért jól meg kell húzni, markolni a fékkarokat ahhoz, hogy jelentős lassulást érjünk el. Mondhatni, kicsit alulméretezték a fékeket a sebességhez és a teljesítményhez képest, de legalább azért valamennyi megoldást találunk rá, például ki lehet cserélni a féktárcsákat is. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy mivel 750 watt a teljesítmény a kerékpárnak, és önmagában képes akár 50 km/órával haladni, így a segédmotoros kerékpárba kellene sorolni, ezáltal biztosítást szükséges rá kötni, és sisakot kell hordani, nem utolsó sorban pedig legalább gasítvánnyal rendelkezni kell, szóval azért elég komoly
dolgok ezek, és hogyha valaki biztosítást kötne rá, akkor van egy szám és betűsor itt a kormányrúdnak a tetején, szóval megtalálja ezt, de vissza is lehet venni a teljesítményt, ahogy mutattam a kijelzőn, csak hogyha már valaki ilyet vesz, akkor azt akarja, hogy menjen rendesen, de ezekre mindenképpen ügyelnie kell. Na még mielőtt nekiveselkednék az útnak és menet közben mesélnék a biciklinek a teljesítményéről, illetve vezethetőségéről, jól látszik azért itt az élő képeken is, hogy a kormánynak a szélessége abszolút megfelelő ahhoz, hogy kényelmesen lehessen vezetni, illetve a csuklótámasznak köszönhetően akár hosszabb távon sem fog elfáradni a kezünk. Nyilván ez attól is függ, hogy milyen keménységre állítjuk a teleszkópot. Ahhoz, hogy elinduljunk, nem csak tekerése van szükségünk, hanem elektromos rásegítés esetén ennek a billenőnek a lenyomására is. Persze, hogyha nem szeretnénk csak, hogy kicsit rásegítsen, akkor elég megtekerni a biciklit. Mert bizony, ezt a tekerést én elkezdem, és már azért könnyebb a helyzet, de hát lebillentem a gázkart, és szinte önállóan képes ilyenkor hajtani középső rásegítésen, mert a plusz-minusz gombokkal lehet változtatni a rásegítés mértékén. Amúgy háromféle üzemmóddal találkozhat a felhasználó, az egyik, amikor csak és kizárólag a lábizmaira hagyatkozik, a középső módnál, amikor segít a bicikli elektromosan, és van a harmadik üzemmód, amikor csak és kizárólag a gázkart kell lényegében használjuk, ha már kifulladtunk, vagy esetleg már nem bírjuk tényleg azt a távot, amit megpróbáltunk elérni. Hát, hogy ez kinek való leginkább ez a bicikli, hát egyértelmű, hogy azért inkább az idősebb korosztály, vagy a kezdő biciklisek, vagy a nagy távot közlekedők számára ajánlott, mert azért a normál montisok, vagy a klasszikus bicajosok, hát szerintem azért viszonylag lenézve tekintenek ezekre a biciklikre. Teljesen más élmény egy ilyennel menni, de hát sokkal pihentetőbb és sokkal nagyobb távot enged lebicajozni, ha pedig már valaki úgy érzi, hogy elég izmot szedett fel magára, akkor bizony lehetősége kínálkozik arra, hogy ez kikapcsolja ezt a rásegítést. Mert amúgy 750 watt teljesítményű az elektromos motor, hát, és közben, ahogy fékezek, talán hallatszódik, hogy bár az összeszerelési minősége nagyon jó ennek a biciklinek, azért innen-onnan némi zörej, illetve csikorgás a fékek felől hallatszódik. Nem vészes mértékben, ennél sokkal rosszabbakkal is találkoztam már, akár rollerek, akár esetleg a Kugó esetén, szóval ahhoz képest egy csendes járgány ez. A rezonancia esetleg a bobdenek felől hallatszódik még. De amire ki akartam térni, hogy a 750 watt, illetve a 65 Nm-es nyomaték segédmotoros kerékpár szintű, de a bicikliseket annyira nem üldözik, mint a rollereseket, ami annak köszönhető talán, hogy előbbiek azért talán egy kicsit finomabban tudnak közlekedni, illetve leginkább a bicikliutat vagy a normál utakat követik, a rolleresek viszont mennek, mint a messzes, és oda nem figyelve néha 25-30-40-nel tolják a járdán, ami hát nem csodálom, hogy már szabályozást igényelne. Itt, ahogy látszik, a tekeréssel már rásegít a bicikli, és amúgy, hogyha így rendesen rátekerek és elengedem, még utána egy kicsit rásegít. Tehát, hogy ezt meg kell szokni, hogy nem azonnal áll meg a rásegítés, hanem egy nagyjából egy másodperccel később. A gyártó szerint nagyjából 25%-os emelkedőig képes segíteni nekünk a bicikli. A vágóképeken látszik, hogy a felüljárót azt lazán teljesítette, persze az nagyjából egy olyan 5-6%-os emelkedő volt, de ott is simán tudtam tartani 25 km/h. Amit ígérnek, hogy akár 50-nel is lehet menni ezzel rásegítés nélkül, az azért az én testsúlyom alatt nem feltétlenül igaz, most tekerek rendesen, és bár mérföld per órában írja ki a sebességet a bicikli, hát itt a GPS-en valamennyire látszik, hogy 43-mal megyek, viszont a váltónak az áttételezése ilyenkor már nem feltétlenül elegendő ahhoz, hogy kényelmesen lehessen tekerni. Hát, mint a búgócsiga, úgy pörögtem már én is, szóval ilyenkor rendesen igénybe van véve minden izomzatunk, ami persze egyrésztről nem baj, másrésztről pedig még elviselnék egy kicsit hosszabb áttételezést, vagy akár több sebességet is. Persze most egy ilyen hajtás után beszélni azért levegő hiányában nem az igazi, de szerintem azért jól látszódott, hogy mi a helyzet. Elől és hátul is tárcsafékünk van, aminek a fékereje szerintem tök jó, de azért utánállítás szükséges, mert az első fék, nézzétek meg, húzom, és anélkül, hogy beállítanánk normálisan, azért sokat nem segít. A hátsó viszont blokkol, szóval jóval erősebben van állítva. Ez azért így normális alapvetően, de ezen lehet változtatni, mint ahogy a teleszkópnak az erősségén is. A kormányozhatósága jó, és azért szerintem ilyenkor is eléggé stabil a vicaj, szóval szerencsére nem recseg ropog, az a kisebb ilyen nyikorgás, ami néha hallatszódik, az szerintem ezen az áron még elviselhető teljes mértékig. Közben belementem egy pókhálóba. Amúgy a váltást azt itt lehet jobb és bal kezünknél végrehajtani, ezt fölfele és lefele kell billenteni. Itt pedig két külön kis billenőnk van ennek a funkciónak a megválasztásához. Hát nem tudom, én szerintem azért ezekkel a 29 szoros gumikkal
az aszfalton lazán el tudunk lenni, de akár egy picit terepesebb útszakaszon is. Nem mondom, hogy ez a legterepebb bicikli, ami létezik, de árérték arányát tekintve azért teljesen rendben van, de majd mindjárt mesélek is róla bővebben, az összegzésben majd elmondom, hogy mi a véleményem a Duos C29-ről. Félreértés ne essék, a Duos C29 bizony ebben az árkategóriában azért remek vételnek számít. Hogy mennyibe kerül? 320 és 350 ezer forint között van az ára, attól függ, hogy pontosan melyik weboldalt nézzük. A Geekbuying oldaláról meg tudjátok rendelni lengyel raktárból, ezáltal áfa és vámmentesen, tehát annyit fizettek, ami ott le van írva, ha pedig némi kedvezményt szeretnétek, akkor a videó alatti leírásban található linkre kattintsatok. Nyilván nem hibátlan, hát egy komoly elektromos kerékpár belekerül akár egy 7 személyű összegbe is. Itt viszont ezért a 300 pár ezer forintért elég sok mindent kapunk, első teleszkópot, komoly hatótávot, segítést, és hát igencsak nagy sebességet is, ami már-már ugye ezt a kerékpárt inkább a segédmotoros kerékpár kategóriába sorolhatja, de azért vissza lehet venni a teljesítményéből. Jó a kijelző, de persze nem hibátlan ez a kétkerekű, hiszen azért a bobdenekbe tudnak rezonálni, az első sárvédő és a hátsó is tud lifegni, meg úgy azért hallunk recsegéseket, ropogásokat néha, de az összeszerelési minőség még így is azért szerintem jobb, mint néhány konkurensnek. A Duos C29 tehát összességében egy remek vétel azoknak, akik vagy ismerkednek a kerékpározással, vagy újra meg szeretnék szeretni, illetve egy kicsit idősebbek, vagy nagyobb távot szeretnének lebiciklizni. Én nekem tetszett, összességében tök jó, de nyilván azért vannak ennél komolyabb kerékpárok is a piacon, csak jóval drágábban. Na írjátok meg kommentben, hogy mi a véleményetek erről. Igaza volt-e a Geekbuyingos hölgynek, hogy Magyarország egyik kedvenc elektromos kerékpárjáról lehet szó? Én pedig köszönöm a figyelmet, kövessetek a különböző közösségi oldalakon, és szép napot kívánok mindenkinek. Sziasztok!